Kopott képek koppannak, léleklángiák lobbannak, emlékélmény sóhaja száll, üres lélek búsan megáll. Lángoló lélek sóhaja száll, fénylő kép előtt lustán megáll. Üres élmény lenne csak emlék, de akkor hozzád miért mennék? Szili Katalin is verssel készült a Lélek hangja című versíró Rimfaragó verseny második fordulójára, amelyet Penészleken szerveztek meg. Akkor, amikor az általános iskolai tanulásról gondolkodunk, akkor mindig csak a száraz tudományok jutnak eszünkbe, és kevésbé gondolunk arra, hogy költészetet, versírást, versfaragást, azt tulajdonképpen lehet már gyermekkorba megtanulni, és egy kicsit magunkba szívni mindazt, hogy mi az, amikor a lélek és a szív benne van egy költeményben, amikor a rím és a ritmus úgy találkozik egy kötött formában, ami az érzelmeinket fejezi ki. A Penészleki Iskola intézmény vezetője 10. alkalommal szervezte meg a régiós versenyt. Idén közel 90 gyermek vett részt a megmérettetésen 17 iskolából. Valaki azért félelemmel egy picit, mert ugye verset írni, aki szeret, az nagyon jókat tud, de ugye a verset is iklet kell, hogy szülessen, hát ikletet kell hozzá kapni, és nem biztos, hogy például ma, holnap, holnap után nekem azt mondják reggel 8 órakor, hogy írj egy verset, akkor az abban a pillanatban sikerül. Tehát félelemmel fogadják, de tavaly is volt olyan 6. osztályos diák, azért a 6. 12 éves, hogy 45 perc alatt egy 19 verszakos verset írt. A verseny kétfordulós volt. Az elsőben 3 szócsoportból kellett választaniuk egyet a gyerekeknek, és az abban szereplő 10 szó mindegyikét felhasználva írni egy minimum 4 soros, 3 verszakos művet. A második forduló alkotásait pedig már zsűri is bírálta. Amikor megírta a gyermek, akkor megteheti azt, hogy beadja a zsűrinek a versét, és kijöhet, és a piszkodatot kihozza. Általában a piszkodatot mindenki kihozza, mert azonnal szalad a felkészítő tanárnénihez, tanárbácsihoz, hogy megmutassa, hogy ez jól sikerült-e. Viszont a zsűri tagok azok úgy szoktak értékelni, és ez nekem nagyon tetszik, hogy amikor végeztek a gyerekek, minden verset felolvasnak bent a teremben, és úgy döntik el együtt, hogy ki legyen az első, második, harmadik, vagy akár a külön díjazott diák. A Penészleki iskola vezetése azért is elhivatott az iránt, hogy évről évre megrendezzék ezt a versenyt, mert 2017 óta együtt egymásért tehetségpontként is működik az intézmény.